Kicsit több mint 3 héttel ezelőtt Folk nappal vette kezdetét a Kossuth Művelődési Központban Kalocsa védett örökségét bemutató tárlata. A Szépen szól a Kalocsai Nagyharang című kiállítás most a végére ért. Ám a bontás előtt még mesterségbemutatóval és kézműves foglalkozással várták ma délelőtt az érdeklődőket a Ceglédi Galériában. A Szentkereszt Katolikus Iskola egyik osztálya, az idősek otthonának lakói és néhány vendég ismerhette meg jobban a kézi hímzés és a pingálás alapjait. Ebben a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület népművészei voltak segítségükre. Répási Jenőné 52 éve űzi ezt a mesterséget, mely egyúttal a szenvedélye is. Így örömmel avatott be minket az alkotás folyamataiba. Először a köröket, mindegyiknek a saját színét, köröket fölrakjuk, csokrokba, hát tulajdonképpen csokor is lehet, koszorú is lehet, attól függ, hogy ki a megrendelő, vagy milyen motívumot kér, és utána rakjuk rá mindegyik színnek a sötétebb árnyalatát, és legutoljára jön a kontúr, ami feketézés tulajdonképpen. És akkor közepe, és akkor fekete kontúr, és akkor kész a remek mű. A kézi hímzést is kipróbálhatták a jelenlévők. Így csinálod, befűzöd, hosszúzol neki. Igen, az a lényeg, hogy az egyik vége hosszabb legyen, mint a másik. Egy keszkenő díszítését kezdhették el, majd haza is vihették azt. Kétfajta öltés típust használunk a kalocsai hímzésére. Az egyiket úgy hívjuk, hogy szárval varrás, hiszen a virágoknak a szárait, azt egy ilyen kis előre haladó, lépkedő szárvarrással varjuk ki, és a másik öltéstípus, amivel ugye a virágokat kitöltjük, azt hívjuk töltött varrásnak, vagy hát lapos öltésnek, ki hogy ismeri, mi csak úgy egyszerűen a patatáj nyelven azt mondjuk, hogy töltött varrás. A virágokat teljesen kitöltik, nem marad ki anyag, ezért minden fonalat olyan helyen vezetnek bele a textíliába, ahol majd később töltött varrás lesz. Így nem kell csomót kötniük a végére. Ilyen trükköket és mindemellett számtalan információt szerezhettek a délelőtt folyamán a jelenlévők a kalocsai hagyományokról is, így arról kérdeztük őket, mit tanultak a foglalkozás alatt. Elég sokat, például, hogy régen még nem tudtam, hogy Kalocsában nagyon sok paprikát termesztenek, meg stb. Nekünk ilyen így fejlődött a motívum. És azt is elmondták, mi ragadta meg leginkább a figyelmüket. Nekem a gyöngyös fityüle tetszett a legjobban, meg a színes ruhák. Nekem a kézzel festett tojások, és nekem is a színes ruhák nagyon tetszettek. Az elmúlt 3 hétben 35 múzeumpedagógiai foglalkozást, tárlatvezetést tartottak az intézmény dolgozói. A látogatók száma pedig meghaladta az 1000-et. A kiállítás így hatalmas sikerrel zárult.